Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sak magazin 2018 évvégi befejező decemberi számában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és a mai napon egyedül fogom önöket tudósítani a világ és az ország régiónk sakkéletének különböző történéseiről. Kezdjük először is, mi történt a világban. Az előző adásunkban elmondtuk, hogy világbajnoki döntő lebonyolítására kerül sor. A négy éve világbajnok Magnus Carlsen készül negyedik világbajnoki döntőjét megvívni. Azért negyediket, mert harmadszor kívánja megvédeni a világbajnoki címét. Négy évvel ezelőtt szerezte meg a nagy indiai bajnoktól, Vishwanathan Anandtól a bajnoki címet. Kárszent nem kell bemutatni, sokszor beszéltünk már róla Varga Péter műsorvezető társammal, egy 28 éves fiatalember, tehát 1990-ben született, Norvégiában nevelkedett és nőtt fel sakkozónak. Az első nagymester edzője a a 80-as évek végének, 90-es évek elejének élvonalba tartozó, világélvonalba tartozó Simeon Adgenstein nagymester volt, aki szép jövőt jósolt neki, természetesen nem ő volt az egyedüli edzője, hanem egy ideig foglalkozott vele a maga Gari Kasparov is, aki sokak szerint a sakk történelem legnagyobb sakkozója, legnagyobb világbajnoka, nem mindenki szerint Gari Kasparov az, de meglehetősen sokak szerint. Kasparov egyébként, ha nem is a legnagyobb, de az egyik nagy bajnok a világ folyamán annyi bizonyos. Ő is edzője volt Kárszennek, és sikerült kibontani sakzseniét. Kárszen, 24 évesen megszerezve a világbajnoki címet, majd nem azt lehet mondani, hogy annyira állva hagyta a mezőnyt, mint annak idején 20 évvel korábban Kasparov. Tehát egy olyan Sakszakmában főnöknek mutatkozott, akit nem nagyon lehetett látni, hogy ki tud letaszítani a trónról. A 28 éves világbajnoknak ki volt a kihívója, egy még fiatalabb sakkozó a 26 éves, tehát 1992-ben született Fabiano Caruana, aki amerikai állampolgár, illetve olasz-amerikai állampolgár, Miami-ben és New Yorkban, főleg New Yorkban élt, és kezdett sakkozóvá nevelkedni, de olasz gyökerei is vannak, olasz származású, és mint egy, egy évtizedig olasz színekben is versenyzett. A mai napig egyébként az amerikai válogatottnak a tagja. Caruana véletlenül csöppent a sakba, tehát a sakkot úgy hívták segítségül a szülei, hogy segítsen az iskolai tanulmányok megoldásában, és Karuána hamar kitűnt a sakbeli tehetségével egy szuper nagymester, az előbb említett Kasparov, azt javasolta a szüleinek, hogy ne legyen hivatásos sakkozó Karuana, nem jósolt olyan nagy jövőt neki, mint amit eddig már befutott, illetőleg lehet, hogy még a továbbiakban is fog befutni. Ennek ellenére Karuána szülei megmakacsolták magukat, és feltették életüket, és a fiatal Fabiánónak az életét a sakra, és sakkozóvá nevelték. A világ mindig európai sakközpontú volt, igen sokáig ugye Szovjetunió koncentrációjú, még maga Bobby Fischer is a Szovjetunióba, Moszkvába ment annó tanulni, sakkozni, és ez meg is látszott Karuána nevelésén itt, hogy egy kicsit hazabeszéljek, meg kell, hogy említsem, hogy 11 évvel ezelőtt, 2007-ben a fiatal tehetség Fabiano Caruana Magyarországra költözött, Budapeste költözött évekig, és itt készült, itt vált igazán érett fejlett sakkozóvá, Magyarországon Budapesten lett nemzetközi nagymester, 14 évesen mindössze. A legjobb edzője Magyarországon a volt szovjet állampolgár, már 26 éve magyar állampolgár Alexander Csernyin nagymester volt, aki a Szovjetunióban is válogatott volt, olimpikon Magyarországon is válogatott és olimpikon volt, sőt a 80-as években világbajnok jelölt is volt, tehát egy olyan ö, szuper nagymester, Csernyin nagymester, Csernyin Alexander vagy magyarosan Csernyin Sándor, aki mind versenysakkozóként, mind edzőként a világ élvonalába tartozott, tartozik. Nos, az ő irányításával lett Karuana Budapesten nagymester, és fejlődött egyre inkább. Később elköltözött Budapestről, és más edzői is voltak, Zlotnyikot említhetném, Boris Zlotnyikot, aki fiatalabb korában volt az egyik ö, legelső igazán komoly edzője, vagy Vladimir Csucsaló volt, ezek a nevek ugye a volt Szovjetuniót ö, idézik elő. Minden esetre a fiatal Karuana egy olyan sakkozóvá vált, aki hamar betört a világ élvonalába. A sakkozókat általában vékony dongájú, szemüveges ö, fiúcskáknak képzelik el, vagy pedig joviális, küllemű idős uraknak. A fiatal karuána szemüveges is, és vékony dongájú is, egyet azonban nem szabad elhallgatni, fitnessmániás és rendkívül jó fizikai állapotnak örvend. 15 évesen költöztek, illetőleg bocsánat, 11 évesen költöztek Budapestre, és a fiatal Karuana ekkor már naponta minden nap 10 kilométer futott. Korábban Madridban laktak, és Madridban erre kellő lehetősége volt. Budapesten ezt nehezebben tudta teljesíteni, mert nem volt megfelelő terület, futópálya, hogy teljesítse kedvenc kiegészítő sportágát. Emellett természetesen nem csak a testedzésnek hódolt, hanem sakkozott is mégpedig rendkívül sokat. Bobby Fischer óta az élsakkozók rendkívül sokat sakkoznak. Az adoma szerint, ugye egyszer Fischer megkérdezte a magyar port is Lajost, hogy Lajos igaz-e, hogy te naponta 8-10 órát sakkozó vagy néha annál is többet. Lajos bácsi azt válaszolta, hogy igen, de hát te is ezt csinálod, nem? Mire Fischer mondta, hogy igen, de hát engem bolondnak tartanak. Nos, a világ azóta annyit professionalizálódott, mármint a sakban is, hogy a fiatal Karuána. Hetente 70 órát sakkozik, és ez nem mennyiségileg eltöltött idő, hanem szuper minőségben sakkozáson eltelt idő. Ennyi kell egy világklasszisnak ahhoz, hogy ott maradjon és ott legyen, és feljebb jusson a világ élvonalában. Ez napi szinten, pihenőnapot sem számítva, napi 10 komoly munkaórát jelent. Ennyit egy normális ember, egy átlagos ember egyébként nem tud elviselni, de hát ez mellékes. Szóval ez a Karuána volt az, aki elnyerte a jogot arra, hogy világbajnoki döntőt vívjon Magnus Carsennel. Értékszámuk majdnem azonos volt, néhány értékszám különbség volt csak a világbajnok előnyére, gyakorlatilag elhanyagolható különbség volt. Izgatottan várta a szakvilág a világbajnoki döntőt, amely szabályai szerint a játékosok hosszú parti, tehát rendes gondolkodás idejű partit, 12-t váltanak egymással, és amennyiben nem sikerül eldönteni a küzdelmet, akkor rövidített parti következnek, rapid parti, tehát rövidebb gondolkodás idejű partik, majd a schnell parti, a villám következnek. Kuriózum volt egyedülálló a sakk történelemben, hogy a világbajnoki döntőn egyik játékos sem tudott nyerni. Mondhatni egyenlő erők küzdöttek, 12 döntetlen született a hagyományos gondolkodás idejű, tehát a hosszú partikban, annak ellenére, hogy a fogadóirodák a világbajnok címvédését jósolták. A rossz nyelvek szerint a világbajnok nem is nagyon igyekezett megvédeni a címét, azaz partit nyerni a rendes gondolkodás idejű partikban, mivel ő a világ legjobb gyorsjátékosa. Ez következett be. A világbajnoki döntőt követően a 6-6-os tehát a 12 döntetlen partit követően a Rapid partikban kárszen érvényesült, sokkal jobb gyorsjátékos mint Karuana, és a Rapid partikban elér győzelmeivel tudta megőrizni a világbajnoki címét. Én azt hiszem, hogy ez a világbajnoki címvédés nem volt teljesen meggyőző a sakvilág közvéleménye. Több eldölt partit várt, minden esetben mindkét játékos igen magas szinten játszott. Portis is Lajosnak a, a véleménye szerint ez a világbajnoki döntő nem volt teljesen méltó a játékosokhoz, imittam nem megfelelően játszottak, és, és a Lajos bácsi egyéb okokból is kritizálta a világbajnoki döntőt. Én ehhez egyebet nem tudok a magam részéről hozzáfűzni, és egyébként sem vagyok olyan szintű sakkozó, hogy Portis Lajossal vitába szállhatnék. Tehát az ő véleményét csupán tiszteletben tarthatom. A világbajnoki döntő partijairól a későbbiekben majd Pétert szeretném felkérni, hogy mutasson be partit. Én úgy gondolom, hogy ő sokkal szakavatottabb kommentátor, mint én. Én inkább Alacsonyabb tudású játékosok partiját szeretném bemutatni. Visszakanyarodnék az ország, illetőleg a régió sakbeli történéseihez. Legutóbbi adásunk óta zajlottak az események, perektek a fordulók az NB2-ben, és egy NB2-ben játszott megyei illetőségű partit szeretnék a tisztelt nézőknek bemutatni. Az MB2-ben két megyei csapat találkozott a negyedik fordulóban, a Nyíregyházi Egyetem csapata, illetőleg a Tiszavasvári csapata, az egyetemisták látogattak Tiszavasváriba. A megyes sakkozóinak igen nagy örömére a régi híres fidemester Kocsis György reaktiválta magát, és beszállt az egyetemisták csapatát segítendő a Tiszavasvári ellen. A világos figurákat vezetve az nb 2 csapatok első tábláján, tehát az egyetemisták legjobb játékosa mérkőzött meg a Tiszavasváriak legjobb játékosával, Mizik Tamás mesterjelölt el. Kocsis Gyuri közismerten a taktikai leleményességéről híres, és taktikusabb megnyitást választott, e 4 nyitott, amire Tamás e 5 válaszolt. előtt után nagyon sok megnyitás kialakulhatott volna. Hozzá kell tenni, hogy Kocsis Gyuri igen régóta nem játszott partit, illetőleg az elmúlt bő tíz évben csupán Tamástól jóval gyengébb játékosokkal játszott partit, tehát egy kis versenyrutin hiányzott Gyurinak, és az egyetemisták nyilván bíztak abban, hogy a tudása így is érvényesülni fog, taktikai tudása, nyílt állások, mesteri kezelése. Gyuri belemehetett volna f 4 el mondjuk a királycselbe, ami egy rendkívül élénk és taktikus megnyitás, ő tartalmasabb küzdelemre vágyott, megnyitási repertoárjába illően Huszár F3-mal válaszolt, amire Tamás Huszár C6-tal a spanyol megnyitásba invitálta Kocsis Gyurit. Egy futó b alakulhatott volna ki a spanyol megnyitás, de hát kialakulhat még mellette nagyon sok megnyitás is. Gyuri a Skácsot, a skótot választotta, D4-gyel centrumharcot kezdeményezett. D4, itt Tamásnak természetesen le kellett ütnie D4-re, amire uh, Gyurinak lehetősége van Huszárüt D4-jel visszanyerni a gyalogot, de egy taktikus nem egy uh, satnyaparaszt visszanyerésével akarja a partit játszani, hanem futó c 4 válaszolt, a gyorsabb fejlődést választotta. Erre D6-tal válaszolt uh, Mizik Tomi, az elmélet útján járunk természetesen, és most következett Huszárüt d 4 húszárüt D4 és vezérüt D4. Anyagi egyenlőségnek vagyunk a szemtanúi, viszont világosnak van egy kis fejlődési előnye. Vezér F6-tal válaszolt Tamás, arra invitálta vezér D8 F6-tal, arra invitálta Kocsis Gyurit, hogy cseréljék le a vezéreket, tehát vezér D4 üt F6 után Huszár G8 üt F6, és kiegyenlítődik a fejlődési hátrány. Gyuri azonban nem teszi meg ezt a szívességet Tamásnak. Futó C1 E3-mal válaszolt, mégpedig azért, hogy vezércsere után a futója kerüljön D4-re, és a világos és sötét mezejű futó erősen pásztázza sötétnek a királyszárnyát. Erre tamás fejlődő tovább futó E világos pedig Huszár C3-mal biztosította magának a centrumot, különösen a D 5 mezőt. Ezt igyekezett semlegesíteni Tamás, futó E3-mal folytatta a fejlődést, Bocsánat, futó C8-E6-tal, és ezek után már csupán a G8 huszárja fejletlen sötétnek. Gyuri beütött a futóval E6-ra, futóüt E6 és, futó, és gyalogüt E6. Ezek után azt láthatnánk, hogy nem is áll rosszul a más, hiszen hogyha a G8 huszár... Fejlődési problémáját meg tudja oldani, és rövides áncol akkor már a bástája az F vonalon, Pásztáz a Sötétnek, a Világosnak az F2 pontját is befejezte a fejlődését. Gyuri azonban kérdőre vonta Tamás állását, vezér B4. Igen, szép lépés, a B7 gyalogot kell megóvni. Ezt nem lehet megtenni bástya b 8 mert arra a futó E3-ról beüthetne A7-re, és további anyagvesztés várható. Hosszú megint csak nem lehet megoldani a védelmi problémákat, mert arra a futó megint csak beüthetne A7-re, és a B6-tól nem kell félni. Ezért kénytelen volt Tamás B6-tal válaszolni. Látható, hogy kezdenek elgyengülni a világos mezők sötét állásában, Gyuri elsáncolt rövidre, Tamás pedig Huszár H6-tal igyekezett megoldani a fejlődés problémáit. Huszár H6. Erre e, természetesen Gyuri nem adja le a, a sötét mezőkön mozgó világos futót H6-on, hagyja azt a, azt a lovat a helyén, hanem beállítja a futót a nagy átlóra, a futó D4-jel, Megkérdezi illő tisztelettel, hogy a sötét vezér merre kíván elmenni a tűzvonalból. Nem sok lehetőség van, a, a vezér g nem teljesen jó lépés, inkább vezér G6 következett, amire Gyuri azonnal rámutat a sötét állásában lévő világos mezők gyengeségére. Vezér B5-sakkot adta be, és ezzel vándorútra kényszerítette a királyt. Vezér B5-sakk. Hát ö, Sötétnek lehetősége van a királyával D8-ra, F8-ra és F7-re menni. A D8-ot nem lehet igazán javasolni, mivel arra a vezér C6 meglehetősen erős volna, ezért inkább a királyjal F7-re ment. Erre azonban a tér és fejlődési előnyben lévő világos támadást indít. F4 a következő lépés. Világosnak láthatóan térelőnye van, királya biztonságban van, pont gyengeségek vannak a sötét állásban, mindössze 13 lépés után, ezért a 14. lépésben már indokolt megindítani a támadást. A támadás iránya természetesen az F-vonal, tehát ki kell nyitni az F-vonalat a királyállást, mivel a sötét király már ö, megindult, játékba avatkozott, kiment a helyéből, bizonytalan a királyállás, ezért úgymond rá kell nyitni az állást. Következett erre egy kis ellenszúrás, C5. Megkéri sötét, a világos futóját, hogy menjen el onnan és hagyja békén az E5-6 mezőt, azonban ö, van egy kis közbeiktatott támadása a Kocsis Gyurinak F5. Ezzel a lépéssel ugye mozgatja a sötét vezért is. Tamás leütött az E-gyaloggal F5re. Gyuri visszaütött F5re, és erre következett vezér G4. úgy tűnik, hogy összekaparja magát sötét, hiszen ütésben van a C4 gyalog is, és lehet stabilizálni az állást, akár mondjuk egy futó f 6 és megúszuk a közvetlen bajokat, azonban következik egy másik közbeiktatás, vezér B3. Sok. Kérem, tekintsék meg az állást, tehát a, a vezér rajta van az A2-G8 átlón, a, söt, a sötét mezőkön mozgó világos hútó rajta van az A1-H8 mezőn, tehát látszik, hogy egy igazi vérbeli taktikus vezeti a világos figurákat. Király E8, kénytelen visszakozni az állásban, sötét, visszalépni a király az alapsorra. Király F7-E8, most már természetesen menteni kell a a futót C4-ről, a futónak E3-on van a helye is, nem F2-n, futó D4 E3 következett, amire bástya F8. Ütésben az f gyalog, mégpedig ugye a vezér is, a bástya is és a huszár is támadja. Ezt így sokáig megtűrni nem lehet, kénytelen most már leadni a futót a huszárért, Gyuri, tehát a futó ütött H6-ra. Leütöttük a huszát, ezzel kikapcsoltuk az efőgyalog gyalog ellen támadó egyik figurát, sötét természetesen a gyaloggal leütötte a, a futót, és ezek után Gyurinak folytatnia kell a támadását. Két lépés, két terv kínálkozik. Az egyik a vezér d amivel megvéddenénk az e gyalogot, és megkérdeznénk az A8 bástyát, hogy hová szeretne menni. A másik pedig a még nem játszó A1 bástyának a játékba hozatala. Közismert és a tapasztalt sakkozók jól tudják, hogy a, a Sak egy olyan játék, amelyben minden figurának megvan a helye, megvan a feladata, azaz minden figurát játékba kell hozni. A hadseregek sem a laktanyában szokták megvárni az ütközetet, hanem a harctéren harcolnak, és így van ez a sakban is, ahol a haderőnek lehetőleg minden tisztje, minden figurája be kell, hogy avatkozzon a játékba. Edemsz nagymester, korának élvonalbeli angol nagymestere a gyerekeket tanító könyveiben és előadásaiban úgy tanította mindig a gyerekeknek, hogy hív meg mindenkit a buliba, buli alatt persze a sakpartit, a támadást értette. Tehát hívjunk meg mindenkit a buliba, Gyuri a sakk alaptörvényeinek megfelelően cselekedett, bástya A1, E1. Tehát harcba dobta az utolsó tisztjét is, és ezzel, ezzel e, hagyta leütni az f gyalogot, persze ez nem csak úgy cél nélkül, hiszen egy taktikai szúrás is van ebben a, ebben a lépésben. Arról van szó, hogy középen rekedt a sötét király, néhány király tett, már mégis eredeti kiinduló helyén van e 8 az a8 bástja pedig nem játszik semmit sem le van kötve a bástya A1 -E lépés után a világos király, tehát ö, le van kötve valóságos kötéssel az E7 futó, valóságos kötés, mivel a, le, a lekötésből nem lehet kilépni, szabályos lépéssel a futó nem léphet el, tehát jó lépés ez a bástya A1, -E nem lehet szabadulni a kötésből. Sötét mégis megkísérelte ezt, ö, Tamás leütötte az F5 gyalogot a bástyájával, amire habozás nélkül Gyuri visszaütött a bástyával, bástya üte fött, vezére föt természetesen, és itt következik a fejlettebb állásnak, az állás előnynek a lényege, mégpedig, mint az imént elmondtam, bizonytalan a sötét királyállás, nem játszik az A8 bástya, Gyurinak viszont minden tiszte játszik, 20 D5, amivel Gyuri rámutatott arra, hogy végzetes kötésben van a király, az E7 futót támadja egyszerre az E1 bástya is, és a D5 huszár is. Tamás megkísérelte az ellenállást, következett C5, C4, hát ha el lehet még terelgetni imígy amúgy azt a vezért a huszár védelméből, tehát akár úgy, hogy vezérű C4, majd Bástya C8, vagy bármilyen módon védeni az állást, de Gyurinak nem remegett meg a keze, Bástya ő 7 sak, ez, ez a tiszt ez sakkal jött, király D8, vezérült C4, Bástya C8, úgy tűnik, hogy világos most, hogyha kénytelen lépni a vezérével, akkor még különféle zavarokat tud okozni az állásban. Sötét tehát például a, a, a vezér mondjuk, ha C, négyről mondjuk b 5 akkor következhet Bástya C5, vagy más egyéb lépés, de Gyuri nem kegyelmezett. Bástya E, E7, C7-tel feladásra késztette Tamást. Tehát Bástya C7, és ezek után pedig egyértelmű, hogy a tisztelő nyérvényesül, ha világo, világos lépés ellen nem tesz semmit sötét, akkor következhetne ü C8 vezérüt, C8 vezérüt, C8 királyú, C8 és a huszár megállítja és letarolja a sötét gyalogokat, nem volt értelme folytatni, tehát Tamásnak búcsúznia kellett a partitól. Sajnos műsoridőnk végéhez érkeztünk, tisztelt nézőink, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!